Hát úgy néz ki, novemberben már nem érkezek meg Las Palmas Canaris szigetekre. Talán holnap, december 1-én. Ugye függ a széltől is. Próbáltam hallgatni a 16-os csatornát 8:33-kor, de nincsen, nem volt időjárás jelentés sajnos ezen. A 10-est is meghallgattam, meg 16-ost is. És egyiken sem volt a megadott időpontban. Lehet, hogy én nem voltam annyira közel, mert akkor pont most az északi sziget mellett mentem el. Lehet, hogy pont ki voltam a hatótávolságban, nem tudom. Hát most éppen nagy mosásban vagyok, illetve horgászásban. Meg is mutatom a képeket. Tehát első fázis az öblítés. Kötélen húzom magam után most éppen a nadrágot, éppen amit mosok, azt húzom magam után. Jó kikötő természetesen. És figyelj be, hogy a hal ellé vigye, mert ugye másikon horgászok. Majd a következő fázis, áztatás. Tehát ilyen mosószeres lébe áztatom. Itt is, ameddig tudok, addig áztatom sokáig. Akár egy-két órát is. Utána teregetek. Hát teregetni úgy érdemes, hogy amikor ugye itt dülöngél a hajó, teregetni akkor érdemes, amikor jobban süt a nap, tehát a dél körül. Csak egy-két óra alatt megszárad. A víz az 23 fokos, tehát az öblítésre az tökéletes. Tehát... És hát igazából... A látóhatárom még nincs benne, mert tudom 90 van látszik. Ez azért annyira nem látszik. A 20-30 mérföldre majd megközelítjük, akkor látható lesz talán.